Feloldották az országos kijárási tilalmat az iraki hatóságok nem sokkal azután, hogy Muqtada al-Sadr síta vallási és politikai vezető hívei elkezdtek kivonulni Bagdad kormányzati negyedéből. A távozásra Sadr szólította fel őket, miután több tucatnyian meghaltak, több százan pedig megsebesültek a biztonsági erőkkel vívott fegyveres összecsapásokban. Sadr sajtótájékoztatón azt mondta, nagyon elszomorítja, ami az országban történik, és bocsánatot kér az iraki néptől. A hivatalban lévő iraki elnök, Barham Saleh előrehozott parlamenti választásokat szorgalmaz. Egy nemzeti konszenzuson alapuló előrehozott választás kilépést jelent a folytogató politikai válságból, a konfrontatív ellenségeskedés helyett, mondta Saleh. A halottak közül Sadr hívei már jó néhányat eltemettek. Az erőszakos összecsapások azután robbantak ki, hogy a vallási vezető bejelentette visszavonulását a politikai élettől.